Csoda akkor tud megszületni, ha rengeteg piszlicsári meló van benne. Így tartja mai vendégünk, akit pályája kezdetén sokáig a szakma és a közönség is a kölyök képű jelzővel illetett. Aztán eltelt jó néhány évtized, és mára túl a 60-on számos alakításával és rendezésével igazolta, hogy nem ritkán valóban létrejöhet a csoda. Lássuk, hogy kivel várjuk ma önöket. Rudolf Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező. 1983-ban végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskolát, ahol osztályfőnöke Horvai István volt. Hamar felfedezte a film, hiszen még főiskolás volt, amikor a Csacsacsa, a Szerencsés Dániel és a Jobb lázadása című már a legendássá vált filmekben szerepelt. Tanárai közül nagy hatással volt rá Montág Imre, valamint osztályvezető tanárai Marton László és Valdó Péter. Na jó, ha már így alakult. Pályakezdőként rögtön a Víg Színházhoz került, ahol 18 évet töltött el. Azóta szabadúszóként legtöbbször a Radnóti Színházban és a Centrál Színházban szerepelt. Az új színházban 3 évig művészeti vezetőként is dolgozott. Én nyugodt vagyok. Én nagyon nyugodt vagyok. A filmezés végig kísérte a pályáját. Olyan emlékezetes alkotásokban játszott, mint a Skorpió megeszi az ikreket reggelire, a Hamvadó cigaretta vég, vagy az 1945. Első filmes rendezése az Üvegtigris első része volt, melyet Kapitány Ivánnal közösen jegyzett. Majd ő rendezte az Üvegtigris második és harmadik részét, ahogy a Kossuth Kifli című 6 részes televíziós sorozatot is. A stúdióban köszöntöm Rudolf Pétert, aki októberben ünnepelt a 60. születésnapját. Ezt a beszélgetést azóta szervezzük, hogy létrejöjjön, és nagyon örülünk neki, hogy ez megtörtént, mert rengeteg dolga van, mindig, hát lehet mondani, hogy a pályáján szinte mindig túlvállalja magát. Ez csak a látszat, és valójában így van egyensúlyban, vagy hogy van ez? Én egy nagyon lusta ember vagyok, és állandóan belesodródom mindenféle munkákba. Én remekül tudok bámészkodni, snookert nézni, bambulni. Nem tudom, ezt meddig bírnám valójában, mert ez olyan sokszor nem adatott meg. Tehát lehet, hogy egy hónap múlva sokkot kapnék, és azonnal megint elkezdenék valami munka után nézni. De attól talán, hogy ennyi minden érdekelt a világban, és olyan szerencsém volt, hogy ezekkel a tevékenységi és munkákká tudtak válni ezek az érdeklődéseketől. Valamelyik irányból, vagy színészként, vagy rendezőként, vagy színházból, vagy filmen mindig megtaláltak, és nagyon, nagyon sokszor olyan fontos munkák, amit ostobaság lett volna lemondani. Ez az egyik fele. A másik, meg azért a piac, főleg a filmről beszélgetünk, meg a szabadúszás, mindig tele van bizonytalanságokkal. Tehát van olyan, hogy aztán semmi nem jön össze a tervekből, és van, amikor meg egyszerre sok minden, és akkor úgy néz ki, hogy az ember túlvállalta magát. Egyébként ez a bizonytalanság, ez azért érdekes tényező, mert az embert könnyedén sodorhatná a féle kompromisszumba. Megtörtént már ilyen, hogy valamit elvállalt a bizonytalanság miatt, amit aztán megbánt? Igen. Igen, nem fogom megmondani, hogy mi volt az. Hoztam rossz döntést, ezekben inkább valami fura, mondjuk ki, gőg volt, hogy bár gyanúsak voltak a körülmények, vagy a munka maga, de valahogy úgy éreztem, hogy én majd megoldom, majd kimászom a slamasztikából. Ez egy gőgös gondolat. És nincs ilyen? Hát volt, hogy sikerült megoldani, mert sőt, tehát azért furcsa, mert hogyha van ellenpélda, tehát van olyan, amitől óckodtam, és kiderült, hogy ostoba prekoncepcióim voltak, és kiderült, hogy a dolog remekül működik, nagyszerű munkatársakra találtam, és egyszer csak valami elszállt, amitől féltem. Na most, ha az embernek van ilyen élménye, akkor természetesen ez is beugrik, amikor egy bizonytalanba beszáll. És akkor van, hogy sikerül ebből kimászni, van, hogy nem. Ahogy most hallgattam ezt az önelemzést is, arra gondoltam, hogy azt írta a legutolsó pécsi rendezése kapcsán az Úrhatnám polgár, ugye Molière darabja, hogy a lételeme a perverz moralizálás. Mit jelent az, hogy perverz moralizálás? De ez nagyon fárasztó tud lenni a környezetemnek. Tehát meg van benne valami fontoskodás is. Tehát mondjuk egy ájtatatos monó, de az tény, hogy az én szüleim két csodálatos, végletekig tisztességes ember, tehát még a kegyes hazugság is egy problémát okoz nekem ebből adódóan.
pedagógus szülők gyerekeként, mérleg asszendensű mérlekként talán érthető, hogy állandóan kutatom a másik oldalt is, a másik oldal igazságát. Uh-huh. Ez egyébként, ez a színház és egyáltalán művészet értelme és lényege, tehát minden jó darab esetében egy konfliktus nyilván éppen azon alapul, hogy ülök lent, mint néző, mint kívülálló, mint megfigyelő, és az izgalmas és jó jelenetekben nem azonnal tudom, hogy ki mellett állok, ha mindenki erősen és jól képvisel az igazságát. Ez nyilván egy egyszerűsítés, de a lényeget tekintve mégis így van, tehát egy jó író is bele kell, hogy helyezkedje minden figurába, és én meg állandóan belehelyezkedem, lehet, hogy a sakkozás is benne van, hogy a jó sakkozó az a másik fejével is gondolkodik, és ebből aztán összeáll egy-egy, hogyha egy ítéletet kell hozni, vagy jó és rossz között választani, akkor nyilván én hosszabban dolgozom egy ilyen problémán, mint ami egészséges lenne, néha az az érzésem. Jó és rossz között választani, erről majd még beszélünk, mert rengeteg olyan szerepe filmen és színdarabban is volt, ami ezzel kapcsolatos. De a családját említette, és a dédapja meg, ha jól tudom, akkor sokkal inkább egy ilyen bohém egyéniség volt, és hát nyilván abból is örökölt, nyilván, ha csak ezekre a típusú szerepekre gondolok, de itt jön mondjuk az a szerep, Seres Rezsői, amit ugye most éppen a Madács Színházban alakít, akinek a kapcsán azt mondta, hogy ez a fajta bohémság, ami abban az időszakban jellemző volt, az most nagyon hiányzik, hogy nem érzi ezt ebben a korban, ezt a fajta bohémságot, kevesebb vicc is születik, és hogy ez valahogy veszélyesnek érzi ezt, ami most van. Most is így érzi? Igen, azt érzem, hogy egy kicsit bemerevettek a szereplők ebben a mi 30 évünkben. Tehát én visszagondolok arra, hogy miket terveztünk, és hogyan gondolkodtunk 10-15-20 év múlva, hogy így utólag nagyon naívak és gyerekesek voltunk. És ennek a bemerevedésnek, a megfagyott frontvonalnak, az ország kettő, vagy ki tudja hány felé osztottságának, az egy kellemetlen következménye, de nem csak ennek, tehát ez egy felelősségkutatás, amiről most beszélek, a mindenkori elitnek, az értelmiségnek, a felelősségnek kutatása, hogy az, ami történt, ez az út, persze nyilván sokféleképpen lehet látni, én nekem nagy hiányérzeteim vannak, hogy az oda vezető út az mit termelt. De tény, hogy addigra annyira lepukkadt volt szegény jó szocializmus, így utólag nézve, annyira tiszták voltak a képletek, hogy az eligazodás, ha már itt tartunk, jó és rossz között, ki van ellened, ki van veled, az egy tisztább képlet volt. A színháznak jól állt a dolog, mert finoman és elegánsan, így utólag meglepő engedékenységgel, főleg kaposvári aranykorból kinőve, aztán szerte az országban, be lehetett szólni a hatalomnak, és egy nagyszerű összekacsintás jött létre néző és a színház között, amikor a diktatúra bajszát ráncigálta. Most annyiféle információ és annyiféle indulat kavarog a levegőben, hogy ezt valóban egy kicsit, nem kicsit, ezt nehezebb kezelni. Uh-huh. Ez megszüli a frusztrációkat, és a frusztráció humorvesztéssel jár, ami baj. Erről még beszélünk, de örülök, hogy a pályája elejére ugrott, mert hogy most erről lesz szó, a menni vagy maradni alapkérdéséről szól az 1956-ban játszódó Szerencsés Dániel című film, amelynek főszerepét az akkoriban főiskolás Rudolf Péter alakított. Most a film Kossuth Díjas rendezője Sándor Pál következik. Nagyon fontos számomra, mint ember, és nagyon fontos számomra, mint színész. Az egy varázslatos dolog, hogy 1982-ben kiválaszt az ember egy színészt, aki még nem nagyon, még főiskolás volt, Akkor kiválasztottam, és kiválasztottam, mikor megtaláltam, és most már majd 40 éve vagyok egy emberrel, és ez nekem legalább olyan fontos, mint egy színésszel. És a dologban az a csuda, hogy szemed látára nő fel, és telepedik rá egyik év a másik után egy ember, egy színész, és egyre inkább találja meg saját magát, egyre inkább szökkennek szárba a képességei, és mintha egy pillanat lett volna, egyik pillanatról a másikra megszületik
az ország egyik legnépszerűbb színésze. De még csak adján, és kialakul, megformálódik ez idő alatt egy ember, akit én nagyon szeretek. Fölnőttünk egymás mellett, tehát a kisöcsémből nagyöcsém lett. Hát egy komoly pasi, aki színházban is rendez, filmet is rendez, tehát fölkészült arra, hogy velem néha össze tudjon szólalkozni, és ez nagyon fontos nekem, nagyon fontos az, hogy és egy csomó mindenben segít, hogy nem azt mondja, hogy jó, akkor megcsinálom, hanem azt mondja, hogy gondoljuk végig, hogy jól mondod-e. És akkor ugye mindig azt mondom, hogy a hiúság a vásznon. Tehát, hogyha én tévedek, akkor ő tud korrigálni, és korrigált is jó párszor. Nagyon-nagyon nézte ezt az iménti kis rövid megszólalását Sándor Pálnak. Mit tanult ebből az alkotói kapcsolatból? Ugye egyszer úgy fogalmazott, hogy Sándor Pál a filmes apja. Ez így is van. Én Palikától nagyon sok mindent kaptam, és most én is nem zárójelbe téve azokat a fontos pillanatokat, amik a szakmához kötődnek, a Szerencsés Dánieltől kezdve. Még rengeteg közös történetünk van a szakmában, de azok a beszélgetések, a Palika energiái, az előbb említett sokat hezitáló fickó, aki én vagyok, az mennyi mindent kap a Palikától, hányszor rász föl, teljesen abszurd, én annyi energiát, szeretetet, odafigyelést tényleg nagyon kevés embertől, de nem csak én egyébként, hanem azt mondom, a Palika egész létezésének ez egy lételeme, hogy ő kíváncsi, és ez a kíváncsiságra az ember szinte meghatottan rákapaszkodik, és mondja, hogy velem mi van, és ő egyszer csak rálát kívülről, hozzászól, tehát most nem is a szakmáról beszélek. Persze, szerintem az nagyon fontos, tényleg össze is szoktunk veszni, ő is ő igazán egy hektikus, nagy energiákkal mozgó ember, és hát én meg néha rácsodálkozom, hogy merek, vagy hogy jutok én idáig, de pont az a fantasztikus benne, hogy vele bárki egyébként, ha a portás a portás, ha az ENSZ nagykövet, az ENSZ nagykövet, ő ugyanúgy foglalkozik egy üggyel, ugyanazzal az energiával, nyitottsággal, kíváncsisággal, ugyanazzal az életszeretettel. Tehát én részese vagyok, és talán most már azt mondhatom, hogy tényleg majdnem 40 éve egymás életének részesei vagyunk, leülünk, kávézgatunk, és annak a napnak, amikor én vele dumálok, értelme van. Egyébként azt mondta, hogy ügy, most az imént így fogalmazott, hogy a Sándor Pál ugyanúgy odaáll ügyek mellé, ön is ügyek mentén választ. Hogy lehet ügyek mentén választani? Mondjuk egy darabot, mondjuk egy rendezést, hogyan? Szerintem ez egyszerű, hogy valóban foglalkoztassa az ember. Tehát nyilván egy X korában levő embernek, vizsgálgatva a világot, élve az életét, mindenféle indulatok, mindenféle gondolatok összegyűlnek benne, és kell, hogy viszonya legyen a világhoz. Tehát nyilván egy jó színházban az nagyon fontos, hogy ne az üzemmenet dobja ki a következő darabot, és amikor színészként is nagyon szerettem, hogy csillogó szemmel üljön velem szemben valaki, és azt mondja, arról akarunk beszélni, hogy. És itt nem kell feltétlenül valami őrült gondolatra bukkannunk, nem kell megváltani mindig a világot, de hogy lehet úgy beszélni, Rómi és Júlia kapcsán, azt sok mindent lehet mondani, lehet, hogy hogyan teszi tönkre a politika, vagy ha már itt tartunk, hogyan szól bele a magánéletbe, és tesz tönkre csodákat, de hogy valamilyen módon ahhoz a darabhoz, ha egy operettről van szó, akkor abban, ha a Hamletről, abban, mi most a rendező szemszögéből, mi a saját viszonyom ehhez az ügyhez, ami miatt a több ezer lehetőségből én ezt választottam. Erről a személyességről beszélek, és ehhez tud csatlakozni a mindenkori társulat, akár színész vagyok, akkor egy ilyen rendezőhöz. És persze egy színházban az benne van, hogy bocsánat, csak hogy árnyaljuk, természetesen egy színházi életben benne van, hogy keresel színésznek szerepet, és hogy az alakít ki egy darab választást, nem erről van szó, de lényeget tekintve mégiscsak az érintettség ilyen szempontból nagyon fontos. Ezt találta meg, hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, ezt találta meg a szabadúszó létben, ezt a lehetőséget, hogy
mindig meg lehessen ez a személyes viszony? Hát azért a szabadúszó lét szabadsága az egy nagyon fontos dolog ott számomra, de azért ez iszonyatos mennyi, tehát ez rengeteg kompromisszummal járt, erről már beszéltünk. Maradjunk abban, hogy én erre törekedtem. Uh-huh. És törekedni is azért mindenképpen jelent valami, de egyszer meg úgy fogalmazott, hogy nagyon szerencsés volt, de nem mindig élt jól a szerencsével, és hogy bizonyos dolgokat később tett meg, mint kellett volna. Halogató típus? Vagy túlságosan analizálja az adott helyzetet, és ezért... Lehet, hogy most fölülírom ezeket a mondatokat. Uh-huh. Tehát nyilván arról van szó, hogy én ilyen vagyok, kész. Tehát ami engem megtalál, az akkor talál meg, ezek szerintem meg kell, hogy találjon. Utólag ezeket is Palikától tanulom egyébként. Tehát, hogy az azt hiszem az 50. születésnapomon, ha már ilyen kerekéfordulók alkalmából ülünk itt, akkor találtam egy mondatot. Én örülök, ha találok egy mondatot, akkor valahogy megnyugszom. Tehát lehet, hogy a nyelvész édesapámtól van, hogy egy ilyen címkét ráragasztok egy helyzetre, akkor értem, és akkor azt mondom, aha, ez. Tehát én nagyon egy báratlan meglepetés buli volt, ami nagyon meglepette, ugye minden szempont, most egy, nem volt teljesen értelmes mondat, egy meglepetés buli, ami meglepett önmagában, hogy a feleségem ezt így megszervezte és kitalálta, az nagyon nem számítottam. Lehet, hogy van, akinek benne van, a pakliban ez nem volt. És ott éreztem azt valahogy, hogy annyira jelen idejű az örömöm, hogy végre azt az egyszerű mondatot megszültem, hogy a következő évtizedekben egy feladatom van a jelenben élni. Tehát túl sokat nosztalgiázom, túl sok tervet szövök. Mm-hmm. Tehát nyilván azt meg kell tanulni, még futás közben is, hogy ne azt várjam, hogy majd a végén hogyan ülök be a kádba azzal a jó érzéssel, hogy én futottam egy 8 kilométert, hanem közben is még ezen a primitív szinten is, hogy ott örüljek annak, hogy most itt vagyok az erdőben, akár esik, akár nem, mellettem hű ebben fut. Tehát, hogy mindig a pillanatot kiélvezni, és ez nem olyan egyszerű. Erre nevelni kellett magam, és most erre nevelem is magam, ennél komplikáltabb helyzetekben, mint a futás. Ma volt ilyen pillanat? Hát ma kicsit sűrű volt arra, hogy egy másodperc is akár megálljak, és jót vagy rosszat fölfedezek a napban, nézze. Mert most ez egy rohanós nap volt, de kell teremteni, ezt meg Iván barátomtól tanulom, hogy hogyan lehet irgalmatlan mennyiségű munka közben is kiszakítani, és ki kell szakítani a teljes lazítás pillanatait. Az lehet, hogy egy nap, lehet, hogy egy óra, de a napban ezt valahogy meg kell teremteni. És milyen a teljes ellazultság állapot? Mi a teljes lazítás? Hát nekem az őrség, a foci, ami nagyon hiányzik, mert nagyon rég nem fociztam, egy futás, de szeretek társasjátékozni például a feleségemmel, vagy ha megjönnek a gyerekek, vagy karácsony, vagy különböző születésnapi alkalmak vannak, mi rengeteget társasjátékozunk. Imádok játszani. Uh-huh. A játék öröme. Igen. Amit megtalál nyilván a színészetben, a rendezésben is, filmben is, színpadon egyaránt. Most azzal folytatjuk, hogy Rudolf Péter első színházi rendezésében, majd az Üvegtigris filmekben is szerepet kapott régi pályatársa, és barátja, a Jászai Mari díjas Szarvas József, vele beszélgettünk íme. Az nekem ez egy óriási élmény volt, amikor az ő első rendezése, a Dühöngő ifjúság, ott az első rendezésébe engem beválasztott, bekért munkatársként, szakmai barátként, és ott álltunk együtt ő első rendezésében Kaszás Attila, Eszenyi Enikő, Igó Éva, Mári Szabó Gábor és én. Tehát én, ha semmi más közös ügyünk nem volt Rudolf Péterrel, csak ez az egy előadás, a Dühöngő ifjúság a Vígszínházban. Én azért a szakmai sorsomnak, én már, és ezen belül neki, én már hálás vagyok. Ha az előbb beszéltem a Dühöngő ifjúságról, na itt a másik, az Üvegtigris. Az Üvegtigrisnél millió számra lehetünk hálásak Rudolf Péternek, hogy egyrészt Búzs Gábor Olivér a kezébe adta a könyvet, hajlandó volt elolvasni, és meglátta benne azt, ahol az ő személyisége, az ő érzékenysége, az ő minden irányba való nyitottsága, ránézett is, és egymásra találtak. Mert ugye az Üvegtigris az egy olyan epizód az életünkben, amit akkor megtörtént, és ma is jelen való. A múltkor elment mellettem egy fiatalember, kisfiát kézenfogva, olyan 10 év formájú kisfiát kézenfogva, gyorsabban mentek, mint én,
A férfi visszanézett, és oda sugta, hogy ott megy Cingár bácsi az üvegtigrisből. A gyerek visszafordult, azt mondja, hogy ha nem is úgy néz ki. Mondom neki, hogy te sem így néztél ki 10 évvel ezelőtt. És azt már nem tettem, talán gondolat voltál. És de, no, tehát, hogy olyan család, barát, is olyan pontos ez a kifejezésem, de közösségteremtő filmet adott ki Péter ezzel a első bátor vállalkozásával, hogy lehet mondani, hogy Péter bizonytalan, önmagában mindig kétkedő, de közben meg ez egy óriási bátorságot rész, hogy ezt az üvegtigrist, ez az úgymond akkor ilyen bulvárnak mondott a művész értelmiség által nem is szeretett, nem olyan művészi, dehogy nem, hát a jelenvalónak, a jelenkornak és az utókornak is ő csinált filmet. Szarvas József beszélt a közösség teremtő erejéről, és időről időre felmerül önnel kapcsolatban a kérdés, beszélnek, suttognak, és erről nyíltan is felmerül, hogy miért nem lett eddig, vagy miért nem akart eddig színházigazgató lenni, teremteni egy közösséget. Még azért Józsi kapcsán csak pont... Pont csak hadd reagálják rá annyit, hogy azért ez milyen érdekes, hogy a Józsi mind a két első nekibuzdulásomnál ott volt, nyilván nem véletlen, és hogy senkinek nem kell senkinek hálásnak lenni, csak ezt akartam mondani, mert épp ez volt a dologban a szép, hogy úgy valahogy minden kiadta magát, ki az operatőr, ez az egész csapat egy casting végeredményeként, itt háláról nincs szó, egy ünnep volt az egész, egy elképesztő szerencse, ahol nagy valószínűséggel azért Hályok Kovácsként, Iván nagyobb profizmusával a háttérben, de én is sok mindent tanultunk egymástól, de létrehoztuk ezt a valamit, amit akkor persze nem tudtunk, hogy az életünknek ilyen szinten része lesz. Hát igen, a színház igaz, egyáltalán a társulat építéshez iszonyatos nagy önbizalommal kell rendelkezni. El kell hinni, hogy az emberben van annyi gondolat, erő, bizonyos értelemben lemondás is, hogy egyrészt be tudjon szippantani embereket a személyiségével, ugye a függetleneknél az egy tisztább képlet, hogy ott van valaki, és ott ugye ez egy kicsi társulat jön létre, és akkor azt mondjuk, hogy ott egyszer csak összedugják a fejüket, hogy X vezetésével, vagy X megtalálja az embereket, ott létrejön egy kis közösség, és akkor annak az embernek hiszünk. A katona maga is egyébként úgy jött létre, egy ilyen speciális helyzetben, ahol nem a hagyományos, mondom, hogy van egy társulat, elmennek emberek, jönnek emberek, van egy természetes vagy nem természetes fluktuáció, hanem egy speciális helyzet volt. Abban a percben, ahogy egy színházról beszélgetünk, akkor nagyon sokszor én azt látom, hogy adhok jellegű a társulat képződés. Hát nyilván van egy színháznak egy szellemisége, vagy nincs, és hogyha van, ahhoz azért valamilyen módon csatlakoznak az emberek, de nagyon sokszor a véletleneken múlik, nyilván megvan a főiskolás tanárok, maga által szeretett emberek el tudnak helyezkedni abban a színházban, ahonnan az ő tanárik vannak. De nagyon sok tényező volt, a szabadságkeresésem is, a hitetlenségem abban, hogy én elég erős figura vagyok-e ahhoz, hogy egy ilyet létrehozzak, és volt, és most? Hát ezek az, hogy nekem előbb-utóbb ezzel foglalkoznom kell, ez azért elég régóta bennem van. Nagyon sokszor tapadt hozzám, hogy én lépek, de ez nem így volt. Uh-huh. Egyáltalán nem így volt. Nagyon sok olyan riportot adtam, mert tisztáznom kellett, amikor megkérdezték, hogy és akkor mik a tervei. Kérdeztem, hogy mivel kapcsolatban, és bemondták annak a színháznak a nevét, amire még azt sem tudtam, hogy ki van írva a pályázatra. Tehát ilyen abszurd beszélgetések voltak. De tény, hogy valamitől mindig a nevem fölbukkant. És hát igen, most van egy helyzet, de addig nem akarok beszélni, amíg egy végleges döntés nincs. Itt sok minden rotyog körülöttem, az egész életem általában egy ilyen nagy rotyogó fazékra emlékeztet. Meglátjuk, mit hoz az élet. Ugye ez különösen izgalmas, egy olyan ön által is megfogalmazottan átpolitizált térben, amilyen most a színházi szakma. Erről az átpolitizáltságról nagyon sokat beszélt már. Most például utólag, egy kis idő elteltével, mert azt hiszem ez még mindig kis időnek tekinthető, hogyan látja ezt a tüntetést, illetve a színházi törvény kapcsán felmerült vitákat?
Hát én a kiindulási pontot tartom rossznak. Az nem egy kiindulási pont, hogy egy szakma két részre szakad. Én mindig is azt gondoltam, hogy az, amivel mi foglalkozunk, az olyan általános emberi kérdéseket boncolgat, egy regény, egy film, egy színház, ami mindenképpen szélesebb merítés, mindenképpen fontosabb, mindenképpen árnyaltabb, mint amit egy politikai párt, mint gondolatkör le tud fedni. Egy politikai párt kénytelen meghatározni önmagát valamivel szemben. A színháznak nem valamivel szemben kell meghatároznia magát. Szélesebb halmaz, magasabb rendű dolognak tartom. Tehát önmagában azt nem tartom helyesnek, hogyha a szakma különböző politikai erőknek fejet hajt. Tehát ez valószínűleg az elején dőlt el. Én azt gondolom, hogy ha a szakma összezár, és megvannak a vitái, ezek a viták, ezek szakmai viták, sőt, értékrendi viták is lehetnek, hogy ki mit tart fontosabbnak. De egy dolog össze kell, hogy kapcsoljon minket, az elszánt kutatása az emberi lét értelmének. Uh-huh. És hogy itt én milyen irányból közelítek, hogy nevezzük liberális értékrendnek, vagy konzervatív értékrendnek, ezek nem egymás alá fölé rendelhető dolgok, ezek kutatások, keresések és a nézővel való együtt gondolkodások. Ehhez képest, ami abban a másodpercben, hogy egy szakma megosztott, tehát a kiindulási pont már egy teljesen rossz kiindulási pont, mert az egyik fél ennek a politikai oldalnak a kedvezményezettje lesz automatikusan, a másik a másiknak. Na jó, de ezeken az automatizmusokon hogy lehetne változtatni? Nullára vissza kell lépnünk. De hogy lépünk vissza nullára? Hát ez lehet, hogy naivitás. Én azt gondolom, hogy ez egy könnyen átlátható dolog, hogy ebből ez így nem jó. Ez senkinek nem jó. Tehát amikor azt mondom, hogy megmerevednek az arcvonalak, mindenkinek iszonyatos mennyiségű sérelme van. Mindenki le tud vezetni egy rakás, kellemetlen, kínos dolgot, ahol úgy érzi, hogy vele szemben etikátlanok voltak, ahol őt hátrány érte. Ha nem húzunk egy vonalat, és nem mondjuk azt, hogy csinálunk egy színházi szervezetet. Leülünk, nem tudom, ugye a pápa választás is ilyen van, ilyen, hogy nem jövünk ki egy szobából, amíg ezt nem találjuk ki, ennek a technikáját, és onnantól kezdve kezdünk el beszélgetni arról, hogy megtalálva a legkisebb közös többszöröst, hogy mi a viszonyunk a politikához. Tehát, hogy az a vélemény, hogy itt, tehát ha rossz a kiindulási pont, akkor nincsenek jó válaszok. Nem lehetnek jó válaszok. Egy tüntetés kapcsán sem lehet tudni, hogy akkor ki mit képvisel, ki szivárogtatott. Ez egész egy káosz gyakorlatilag. Tehát ott tartunk egyébként, hogy még egy esetleges jó szándékot is mindenki gyanakvással figyel. Nagyon nehéz fülön csípni, hogy mi történik. Ez egy pici ország, ha pici piaccal. Ha pici a piac, akkor nyilván az államnak mindig nagyobb szerepe lesz, amikor szétosztja a pénzt. És abban a percben, ha nem egy egységes szakma szól hozzá, hogy mi történjen a színházzal, tehát ha nem egységesen követeli a mindenkori egyeztetést mindenfajta üggyel kapcsolatban, akkor létrejön ez a káosz, amiben mi most élünk. Nagyon árnyaltan fogalmazott, szerintem, és azt hiszem, azt is mondta már, hogy az árnyaltságot hiányolja a közbeszédből. Mi fajta árnyaltságot hiányol? Hát minden olyan ritmusban történik, tehát abban a percben, egy összetett mondatba keveredsz, már egyfelől van egy fölgyorsult világ, mint iszonyatos közhely, hogy bizonyos dolgokat tényleg klip szinten élnek már meg a gyerekek, tehát többször sem összetett mondatnál már lehet, hogy lebicsaklik a szem, a fej, bocsánat. De rengeteg kibeszéletlen ügyünk van. Tehát amikor politikáról, vagy megosztottságról, vagy színházról beszélünk, ez is benne van. Kimondok bizonyos szavakat, és már mindenkinek összerándul a gyomra. Ezeket nem lehet beszélgetős műsorokban körbejárni negyed óra alatt. Én azért szeretem, és azért nagyon fontos az 1945 című film, és azért érzem roppant szerencsésnek magam, hogy ebben benne lehettem, mert rendkívül árnyaltan a művészet tud beszélni ezekről a kérdésekről, ahol a sokféle igazság ütköztetésével a végén a nézőre bízva mégiscsak megszülethet egy gondolat. És
Ez egyáltalán nincs benne. A beszélgetéseknél is azt érzem, a beszélgetés kultúránk is valami rémisztő állapotba került. Ez mind visszavezethető arra a teljes befeszülésre, a kíváncsiság hiányára. Amikor a Palikáról beszélek, arról beszélek, hogy benne ott van. De olyan kevés ember kíváncsi, hogy az is egy jól megfigyelhető helyzet, hogy az ország jelentős része az általa kedvelt politikai bázis tévéműsorát nézi és rádióját hallgatja. Ebből azt következik, hogy végképp bezárul a kör. Mm. Ehhez hozzátesszük a Facebookot, te lájkolsz engem, én lájkolok téged, és mi vagyunk a közvélemény. Tehát egy iszonyatos mennyiségű leegyszerűsítés zajlik. Én nem tudom erre mi a megoldás, hogy de én nagyon örültem, amikor elhangzott az, hogy csináljunk történelmi filmeket. Nyilván akkor, hogy ezek a kérdések körbejárását, és nem egy megrendelt, elképzelt hozsannázást jelentenek, hanem valóban a kérdések körbejárását. És ezért mondom még egyszer a 45-öt, hogyha nem beszéljük ki ezeket, és nem nyugszunk ebben meg, nem vagyok egy nagy freudista, de azért az világos, hogy az a megoldás, hogyha a dolgok kibeszélődnek. Így nőttem föl. Ha nem lehet kibeszélni dolgokat, attól rosszul vagyok. Innen folytatjuk. Előtte arról, hogy 3 évtized eltársak az életben és a világot jelentő deszkákon is, Rudolf Péter feleségével, a Kossuth Díjas Nagy Kálózi Eszterrel folytatjuk. Mindig alkotótársak is voltunk. Akkor is, amikor a házasságunk első 10 évében nem is dolgoztunk együtt, de akkor is nagyon sokat beszéltünk arra, vagy megnéztünk egy előadást. Az olyan jó volt, amikor azt éreztük, hogy mi egyféleképpen gondolkozunk, vagy ha valamivel mi se értettünk egyet, akkor is tudtuk a másikat ráállítani a saját gondolatainkra. Tehát nagyon jó volt ilyenek, nagyon jó volt színházról beszélgetni. Aztán természetesen attól, hogy a gyerekek voltak, és kicsik voltak, és hárman voltak. Szóval nyilvánvaló, hogy egy idő után megpróbáltuk, amikor hazaértünk, akkor kizártuk a munkát, vagy megpróbáltuk kizárni a munkát az életünkből, de aztán nekünk egy nagyon nagy reveláció volt, amikor mi elkezdtünk együtt dolgozni, és hogy az jó, hogy mi tudunk együtt dolgozni, és hogy így végül is nem csak otthon és szavakban, hanem végül is a színházban is megtalálhattuk egymást, és ez nekünk egy nagyon-nagyon nagy dolog volt. Tehát így még inkább nyilván összefonódik az életünk. Tehát nyilván attól, hogy mi mélységesen szeretjük egymást, attól, hogy egymásra találtunk az alkotásban is, ez szerintem még erősebbé tesz egy kapcsolatot. És azt gondolom, hogy a személyiségének valahol ez a furcsa kettősség adja, azt gondolom, hogy valaki, akit ismerünk, akit szeretünk, akit nagyon közel tud kerülni hozzánk, és közben pedig az ötleteivel, az alakításaival meg mindig meg tud lepni. Mert mindig tud valami olyan újat és olyan érdekeset csinálni, amivel meglep. Tehát mindig megpróbálja átlépni saját magát, és ez nyilván folyamatos, ez az energia az, ami őt működteti, hogy a kis hitűségét, az önbizalom hiányát sokszor, azokat ő mindig nagyobbat lép azért, hogy leküzdje saját magát, és ez a bátorság, ez talán folyamatosan jellemzi őt. Mit szól mindahhoz, amit a feleség elmondott? Hogy esett ezt így hallani tőle? Mindent tudunk egymásról, természetesen. Azt tudom, hogy most ez furán fog hangozni, szinte ijesztő, hogy mi teljesen meglennénk a világ nélkül is. Azt mondja a pszichológ, hogy ez már nem is egészséges dolog, tehát hogy sokszor érzem azt, hogy valójában 24 órában együtt tudok lenni vele, és ez nekem jó. Uh-huh. Ez ilyen egyszerű. Tehát, de ezt nem úgy kell gondolom elképzelni, mint egy ilyen teljesen sima, egyszerű, forrangások nélküli valamit. Különösen nem egy alkotó folyamatban. Bár, ja nem, hát az persze egy másik kérdés, hogy egy elég elszánt igazságkereső színésznőként az Eszter is, és bár nagyon fegyelmezett ember, természetesen, hogyha úgy érzi, hogy ott az igazság csorbul, és rosszat gondol a rendező, akkor nagyon nagy
alázattal dolgozva, de utána aztán ezeket körbe kell járni, és én nem hiszek nagyon az olyan próba folyamatokban, ahol nem lehet összeveszni, tehát azért ez nem egy, hogy mondjam, ha itt nincsenek indulatok, nincsenek szélsőséges érzelmek, egy ilyen langyos trutyiból valószínűleg langyos trutyi lesz. Abban viszont hiszek, hogy ezeket mindig a szakmai alázat, nem egymással szemben kell alázatosnak lenni, az olyan rosszul hangzik, hanem a szakmával szemben. Tehát minden, ami a kutatás, a keresés nevében történik, az jó, és ennek nevében, akármikor az említettem Palikát, vagy így most az Eszterrel kapcsolatban, és nyilván vannak a próba folyamatnak olyan részei, ahol nagyon erősen ragaszkodik kétféle a saját igazához, és természetesen ennyi év együttélés kapcsán is nagyon sok minden történt, és nagyon sok egymásnak feszülés volt. Szerintem én csodálattal hallom mindig azokat, ahol ez nincsenek, akkor mindig kicsit gyanakszom, megmondom őszintén, semmi cinizmus nincs bennem ez ügyben, de hogy ott valaki nagyon alá megy valakinek, hogy ez létrejöhessen. Mi meg lehet, hogy éppen attól vagyunk így el, hogy gyakorlatilag ez így hullámzott mindig egy életszakaszban, de ugye ez mindig egy fontos pont, amikor a gyerekek kirepülnek, hogy akkor egyszer csak összenéz két ember, és azt mondja, hogy várjál, ki vagy te, mert a napi teendők ugye úgy bizonyosítom azért leegyszerűsödnek. Hát mi meg ezt, azt megmondom őszintén, gyerekek nem fognak talán megbántódni, ezt kifejezetten élveztük, hogy végül csak kettecskén maradtunk, mondhatnám, elkezdtünk járni. El szoktak vonulni ugye a kedvenc helyükre, ezt már sok helyen mesélte, hogy az Őrség a kedvenc helye, és ott van is egy diófa, ha minden igaz, ami alatt szokott filozofálni. Miről szokott filozofálni? Azt kérem a diófát, és akkor most abban az állapotban hozom magam. Nem, ez nagyon furcsa inkább, az, hogy miről, hát nyilván minden, ami éppen foglalkoztatja az ember, bár tény, hogy sok diófa van, de a nagy kétágú csodás diófa, ami a teraszunk előtt van, az lehet, hogy valami lény, nem egyszerűen növény, hanem annál valami több, nem akarom ezt misztifikálni, de tagadhatatlan, hogy azon kapom magam, hogy a lét alapkérdésein meditálok, és Nietzsche és Schopenhauer, nem nincsenek a kis ujjammal az előbb említett szerzők, de hogy ugye az úgy, tehát az ember nézi, hogy zsizseg a növényzet, két sas köröz a fejem felett, a dió fogja magát és érik, akkor különös madarak jönnek, amit elkezdtem most az ornitológiával foglalkozni, kutatom, hogy éppen amit látok, lefotózom, hogy micsoda, tehát egy teljesen más térbe kerül. Örülök, szemben az előbb emlegetett ilyen-olyan-amolyan módon pörgő, ilyen-olyan-amolyan módon humorát vesztett világból, egy ilyen buddhista állapotba kerülök. Ez az az idilli hely, amiről én, ha jól tudom, egyszer megjelent egy novellára, még nagyon régen. Ez nem. És, de hogy ilyen az idilli? Nem, én nagyon szerencsés ember, amikor gyerekkoromnak is megvolt az idilli hely, ez az Angyali sziget volt, és szomorú vasárnapot emlegettük, valamitől nekem mindig az volt a fejemben, akkor elkezdtük próbálni, hogy Seres Rezső és a nagypapám, édesanyám, édesapja között van valamiféle erős hasonlóság. Nagypapám tud zongorázni, de valami lelki külcsínben is némileg, mintha hasonlítottak volna egymáshoz, és amikor engem leterítenek az elején egy hatalmas terítővel, és amikor elindul a zene, én mindig azt látom, hogy a nagyapám hogyan húzza be a tümlert, ami egy oldalmotor, egy kis motorocska, ahogy a szigetről elindultunk bevásárolni, és a nagypapa, aki egy nagyon szép ember volt, mokány szép exfotista, barnított fickóval, és ott fújt a szél, és elindultunk Ráckevére bevásárolni a sziget egyébként kb. Akkor 10-12 lakójának. És valahogy úgy indul az előadás, hogy nagypapám benyomja a tümlert, és valahogy mindig neki játszom el ezt a szerepet, ha már itt tartunk. Tehát nekem az volt az idilli hely gyerekkoromban, 13 és koromig, és most pedig megadatott az Őrség egy másfajta tájjal. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és mindent elmondott, amit ennyi idő alatt el lehetett mondani, és még sokkal-sokkal-sokkal többet lehetett volna, de remélem, hogy lesz rá még mód, különösen, hogyha kiderül, hogy mi fortyog abban a bizonyos életfazékban. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, valamint követhetnek minket a Facebookon is. Magyarország első demokratikusan választott miniszterelnökéről, Antal Józsefről és a rendszerváltásban betöltött szerepéről beszélgetünk az Ez itt a kérdés következő adásában. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!